észak-amerikai magyarok második nagy találkozóján vagyunk, és épp most lett vége a fő programunknak, ami miatt tulajdonképpen az egész rendezvényt szerveztük. Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a rendezvény 8 évvel ezelőtt volt, nagyon nagy sikerű rendezvény volt, ezt szerettük volna megismételni, abból a plusz apropóból, hogy a Magyar Egyetem Toronto nevű non-profit szervezetünket elindítjuk most októbertől, ez már egy bejegyzett társaság. És ezért jöttünk össze, hogy ennek a szervezetnek az elindítását segítsük. Szerintem olyan 200-an vagy annál többen vagyunk. Valamikor hallottam, hogy 140-en jöttek már be, de ez jó néhány órával ezelőtt voltak. Szerintem nagyon jó hangulat van, nagyon jó volt a talán látható volt egy közös éneklésünk. Igazából a Magyar Egyetemnek az a célja, hogy egy politikai és vallásmentesen, de mégis az embereknek, a fő magyar embereknek az Istentől való eredetéről és a nemzeti, a magyarság tudatának a felébresztéséről beszéljünk békésen, szeretettel, hogy ezzel közösséget formáljunk. A Biblia azt mondja, hogy akik a világosságban járnak, azok közösségben vannak egymással. Én úgy látom, hogy mindenki jól érzi magát, szeretettel, békésen vagyunk együtt. Én azt gondolom, nagyon-nagyon sikeres a mai napunk, bár nincs még vége, mert hamarosan kezdődik 7 órakor a jótékonysági bálunk, utána egy diszkóval. Az esti jótékonysági bálon fogjuk levetíteni a professzor úrnak, Pap Lajosnak a videóüzenetét, valamint Benkő László az Omegából, illetve Pataki Attilának az Eddától szintén a videóüzenetét, amivel kifejezik a támogatásukat, a szeretetüket, és nagyon-nagyon örülnek ennek a kezdeményezésnek, mindennek, ami azon munkálkodik, hogy egyek legyünk, mint magyarok, szeretettel, békésen. A Magyar Egyetem az úgy született ez a gondolat, hogy fel fogom olvasni, hogy mit szeretnénk. Nem politikai szervezet a Magyar Egyetem, és nem vallási szervezet. Ez egy non-profit organization, tehát be is van már jegyezve. Nem az intézmények tartják egybe az embereket, hanem az a kapcsolat, az a szeretet, az a bizalom, ami közöttük van. Tehát csak ennyit így zárójelben, hogy most nem azt akarunk, hogy mi egy ilyen társaságot, amihez csatlakozzatok, meg ilyen szó sincs róla, hanem csak azt gondoltuk, hogy ezzel mi tudnánk szolgálni, vagy így gondoljuk, hogy tudunk szolgálni. Kassai Lajos, aki ugye tudja mindenki a lovasiászat elindítója, és azt mondta nekem, tudod, ezek az építmények, ezek kiszolgálnak engem. És hogyha létrehoztam egy szellemiséget, akkor úgyis újra fogják építeni. Ha meg nem hoztam létre, akkor meg nem ér semmit az egész. Tehát egy nagyon fontos dolgot látott meg akkor, ugye, aminek az a lényege, hogy mindent egy szellem mozgat. Mindig a szellemiség a lényeg, és soha nem az épületek, meg a különböző struktúrák. Én azt gondolom, hát nekünk is ez a célunk, hogy egy jó lelkületet, egy jó szellemiséget, ami egyébként megvan bennünk, majd erről fogok kicsit beszélni, megvan bennünk, hogy ezt képviseljük. Azt szeretnénk, hogy szabadon, boldogan, közösségben lehessünk egymással, ki milyen gondolkozású, ideológiájú, de szeressük egymást, gyerekek, ahogy van ebben az énekben is. A Magyar Egyetem rendezésében minden hónap utolsó szombatján egy Magyar Bazár nevű tulajdonképpen garázsszélt fogunk tartani, de az a célunk, hogy ezt egy piaccá fejlesszük. Tehát mindenki, aki úgy érzi, hogy van valami, amit ő szívesen eladna, és ezzel tudja támogatni a Magyar Egyetemet, azt szeretettel várjuk ott, de lehet komoly portékákkal, kézműves dolgokkal is megjelenni. Tehát minden hónap utolsó szombatján a Scarlet Road 51-en a teljesen magai magyar gyülekezet előtt lesz, és szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm.